Semmi sincs, csak az álmok. Pályázat és tanulmány nélkül adott a kormány 3 milliárdot a gyulaházi űrközpontra. A felajánlások már érkeznek a kiállításhoz, de még mindig szinte semmit nem tudni a Space Centerről. Lesz majd Zselés Pálinka, de tényleg már csak ez az űrközpont hiányzik Farkas Bertalan szülőfalujából? Farkas Bertalan a vendégem, jó estét kívánok! Köszönöm, jó estét kívánok! Na, mit tud erről a projektről, hol tartanak? Hát szerintem a média most már nagyon-nagyon sok mindent elmondott, úgyhogy én is tájékozottam, beszéltem a polgármesterrel, nem sokára megyek haza Gyulaházára. Én azt hiszem, hogy megint valami érdekes dolog történt, van egy fizetett újságírói csapat, akinek szólnak, hogy mindegy, csak írjatok valamit. Miért ez nem igaz? A hír igaz. Hát a közlönybe jelent meg. Nem. Én azt hiszem, hogy aki elolvasta volna a közlönyt, ha legalább lett volna egy fáradtságban, hogy megnézi, mi van a közlönyben, akkor eleve nem így interpretálják. Hír TV elolvasta, és ez a térség hát turisztikai fejlesztésére van, ez a 3 milliárd forint, erre gondol most? Úgy van, és 15 település, és egy terület. Egy térségnek a turisztikai fejlődése. De én nem is ez fogott engem meg, hanem inkább az, hogy állnak hozzá ez a dologhoz, és hogy jelenik meg a médiában. Sok pénz. 3 milliárd mihez képest? Az egészségügyhöz képest. Hát akkor hadd ne beszéljünk erről. Hát azt hiszem, hogy mind a ketten tudjuk, illetve nagyon sokan tudják, hogy milliárdok ide-oda, amoda. Hogyha ez a 15 település ezt a 3 milliárdot el tudja osztani, illetve majd valakik elosztják, és ebből Gyulaháza annyit kap, amennyit. Mennyit? Hát én úgy tudom, hogy 1 milliárd körül kellene, hogy kapjon. Hát ez... és az nem sok pénz. Tehát az, hogy Gyulaháza kap 1 milliárdot, Gyulaházához hasonló nagyságú, tudom, nincs mindenkinek egy Farkas Bertalanja, és ezt most őszintén mondom. Elnézést, talán ebből kellene kiindulni. De ez azok, akik nem pénz. Értik ezt az egészet, menjenek el, nézzék meg azoknak a űrhajós településeknek, külföldön, nem itt, mert utána egyedül vagyok, nézzék meg, mit építettek NDK-ban, mit tettek Bulgáriában, mit Szlovákiában. Mit? Hogy, mert a nyugatiakat nem mondom, az oroszokat, kínaiakat nem mondom. De én nem tudom, mi van a volt NDK vagy Bulgária. De nem tájékozódnak mi van? De mondja már, hogy mi van ott a volt űrhajósaiknak. Hát én azt hiszem, hogy mindenütt hihetetlen nagy tisztelettel megépítettek olyan, ha itt tetszik, kelőtócsarnokot, ha éppen múzeumot, amiben bemutatják annak az űrhajósnak az életét. De ilyen van Gyulaházán, nem? Hát, most is. De közel sem az, amit szeretnénk. Az nem a 21. század. Az olajos padlótól kezdődött valamikor, amikor én repültem a világűrbe. És a Gyulaháza, én csak azért jöttem be ide most, mert én hihetetlen szeretném tisztázni, úgymond mindenki előtt, a televízió nézők előtt is, egy hihetetlen nagyszerű kis község, egy település. És szerintem senkinek kétsége nem volt, és afelől se, hogy önre büszkék vagyunk, mind mai napig ha egyetlen... Ha büszkék vagyunk, akkor miért fáj ez valakinek, hogy ne talán 1 milliárd forintot értelmes, okos dolgokra fognak fordítani? Mert nem tudjuk, hogy ez értelmes, okos dolog-e. És miért ezért próbál... Nem? Mert senki nem mond róla semmit. Hát elnézést kérek, hát ez nem pályázati dolog, hogy írunk pályázatot, és majd utána döntés De születik. Mi a terv? Tehát mi lesz ott? Egy 1300 négyzetméteres, úgymond kiállító csarnokra már úgy, talán kaptunk pénzt. Még a pénzt nem kaptunk meg Gyulaháza, de úgy néz ki, hogy ez a dolog rendben van. 1300 négyzetméteres az elég nagy, és ott mik lesznek? Mit állítanak ki? A közlekedési múzeumban lévő repülő és űrkutatási dolgokat átviszik Gyulaházára. Én nagyon sok helyen voltam, és én rengeteg múzeumban voltam. Nyugaton, Amerikától kezdve Kínáig, és tudom, hogy mit szól ehhez Vitézi Dávid? Tessék? Mit szól ehhez Vitézi Dávid? Hogy ezt ő akarja? Hát, kérdezem meg tőle, tudom. Kérdezem, úgy van. Szóval a közlekedési múzeumból átvisznek a repüléssel, az űrrepüléssel kapcsolatos kiállítási tárgyakat Gyulaházára. Pontosan először. Ez gyakorlatilag egy múzeum lesz? A múzeum egy kicsit bővebb. Egy kiállítási csarnok. Az egy úgymond visszafogottabb dolog, 1300 négyzetméterről beszélünk. Ha ez még hozzáépítünk, vagy melléépítünk egy 2000-2200 négyzetméteres területet, akkor a kettő már
a repülés és az űrkutatással kapcsolatos dolgokat meg tudja jeleníteni az ifjúságnak, a turistáknak, a külföldieknek, mindenkinek. Na de ezt pontosan tudja, hogy akármennyire is ismert a világon az ön neve, vonzó lehet magyarok számára, a külföldiek számára, hogy megnézzék Farkas Bertalan szülőfaluját. De az, hogy ez nem Budapesten van, és higgye el, ha valaki, akkor én is utálom azt, hogy mindennek Budapesten kell lennie, mert ez nem igaz. Innentől kezdve nagyon nehéz lesz oda csábítani az embereket, hogy leutazzanak Gyulaházára megnézni azt, amit eddig mondjuk a közlekedési múzeumban megnézhettek. Ez azért nem így van, mert miután nagyon szoros kapcsolatban vagyok a gyulaháziakkal, jönnek buszok, megállnak, fényképet készítenek, bemennek a kiállítási csarnokba, ami most néhány négyzetméterből mindössze. Vagy ha éppen arra keverednek Visvárda környékére, Nyírbátor környékére vásárolni, akkor bejönnek Gyulaházára. Hát arra keverednek, de az 1300 négyzetméteres, 1 milliárdos beruházás, és utána nem, annak az működtetése... Az 1300 négyzetméter nem 1 milliárdos, az 1 milliárdos együtt a két komplexum, a kiállítási csarnok, és majd a űrrepüléssel kapcsolatos úgymond múzeum. És abban a múzeumban olyan technikai dolgokat akarunk elhelyezni, amelyik az ifjúság számára, a felnőttek számára egy interaktív kapcsolatot jelent. És azért ez nem mindegy. És ez ki fogja üzemeltetni? Az a létrehozása? Nyilván az önkormányzat. Gondolom, ez nagy pénz ám. Tessék? Az elég nagy pénz egy ilyen létesítményt üzemeltetni. Mások is fölvállalnak egy ilyen jellegű dolgot. Ekkora lélekszámú települések, 1300 plusz kiállító tervek. Már nagyon-nagyon sokan jelentkeztek, már segíteni akarnak, hogy a televíziókban és az újságokban megjelent. És ez egy óriási dolog, hogy már rengetegen állnak sorban, hogy akár technikai dolgokban, akár módszerekben segítséget nyújtsanak ahhoz, hogy utána be tudjuk mutatni és el tudjuk fogadtatni azokkal, akik ezt a pénzt felajánlották. Ön úgy tartja, hogy ez egy jogos beruházás, ez a pénz, és nem 3 milliárd, hanem 1 milliárd? Hát végre ezt tisztázzuk már, hogy 1 milliárd. De lehet, hogy kevesebb lesz, és ennek a függvényében fogjuk kialakítani azt a tervet, amiből a kiállítási csarnokot létre tudjuk hozni, vagy a múzeumot. És a Sátoraljaújhelyi üveghídról tud valamit? Nem, ne keverjük össze. Nem, nekünk... azt kérdezem, hogy arról tud valamit? Én csak annyit, amennyit a médiában le lehetett olvasni, vagy éppen lehetett. Nem hát tudok akkor lehet, semmi. Hogy inkább három Farkas Bertalan kiállítás, mint egy üveghíd, hogyha az értelmét keresem valaminek. Azt nem értem, hogy én azért járom az országot, most csak maradjunk itt idehaza Magyarországon. Én annyi sok emberrel találkozom, megáll a hév, én szállok fel utoljára, kinyílik a kis ablakocska, és gratulál a pilóta, hogy végre Gyulaházával foglalkoznak. És ez nekem annyira megtetszett, az addig úgysem megy el a hív, amíg kezet nem fogunk, és nem gratulálok. És ezzel találkozom Vasmegyében, ezzel találkozom Szegeden, ezzel találkozom Budapesten. Hát akkor mi itt a probléma? Eddig Gyulaháza mindent a saját a lehetőségehez képest nem kért hitelt, nem, semmilyen tartozása nem volt soha. Ezért nagyon-nagyon szitták, a gyulaháziak szitták a polgármester urat, hogyha mi is 150-200 millió forintot, vagy ők fölvettek, vagy 500 milliót, akkor szépen az állambácsi valamilyen úton módon elrendezte volna. Mintaértékű települést csináltak Gyulaházából, a gyulaházi emberek. Ön még Szijjártó Péter tanácsadója? Ad még neki tanácsokat? Hát tegnap még az voltam, hogyha ön már más tud, akkor nyilván akkor erről nem tudok. Jó, én nem tudom, nehogy azt gondolja, hogy most tőlem tudja meg, hogy mától nem tanácsadó. Más csapatban futballozott, akkor behívott, és akkor erről beszélgettünk. Igen, hát én... de az 2014 még volt, amikor Szijjártó Péter tanácsadója lett. Most 2017 van, és igen, az vagyok. De akkor arról volt szó, hogy fél évre. Nem arról volt szó? Hát most nem tudom, nek van jelentősége. Nem. Miután... Ezek szerint jó tanács. Milyen tanácsokat ad Szijjártó Péternek? Miből áll az ő miniszter munkája? Úrral abban egyeztünk meg, de ezt elmondtam önnek akkor, mikor legutoljára másik. Persze, csak azóta már konkrétan elkezdett dolgozni. De most dolgozni. Ez Gyulaháza hogy tartozik? Ezt nem értem. Kíváncsi vagyok, hogy ön mit csinál. Ja, mit csinálok? Hát mondjuk tavaly, 2016-ban, nem tudom megmondani, hogy hány előadásra hívtak, és hány előadásra kell menjek 2017-ben.
Voltam külföldön. Létezik egy nemzetközi rajós szövetség, ennek alapító tagja vagyok. Ez munkát jelent. Nagyon-nagyon sok elfoglaltságot. Milyen tanácsokat a Szijjártó Péternek? Ja, erről szól a történet? Szijjártó. Nem, kérdezem. A miniszter úr azt kérte tőlem, hogy ugyanazzal foglalkozzak, mielőtt nem voltam a tanácsadója. A politika politika, a külügy külügy, a külgazdaság külgazdaság. Farkas Bertalan azt a lehetőséget kapta, hogy ahol jár külföldön, és ahol fogadják, akikkel úgymond le lehet ülni, és lehet értelmes, okos dolgokról beszélni, akkor Magyarországot képviselje. Ugyanúgy, mint a többi. De ez megy is. Tehát, hogy van erre módja lehetősége, ha külföldön jár, sőt, célirányosan azért megy külföldre, hogy Magyarországot képviselje. Pontosan erről szó a történet. Most voltam nem olyan alig Léván, ez felvidék. Most megyek a héten Erdélybe. Ez nem felvidék, ez Erdély. 14-én megyek Moszkvába, Csillagváros, a Lomonoszov Egyetem tiszteletbeli professzora vagyok, a SOTE Egyetem és a Lomonoszov Egyetemmel kapcsolattartóként dolgozom. Én azt hiszem, hogy ezek nagyon szép házi feladatok, ezért érdemes lelkesedni életkortól függően. Semmit nem változott az elmúlt két évben, megnyugtatott. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Én is nagyon kedves, köszönöm, én is minden jót kívánok.